A Subway nemrég megalakult szabad művészi társulás kedden mutatkozott be először Gaudeamus Igitur című előadásukkal a magyar tannyelvű tanítóképzőkar épületében. Mezei Zoltán elmondta, hogy a szervezet, amelyet rajta kívül Szőke Attila és Pálfi Ervin alapított, elsősorban színházi, valamint összművészeti projektek megvalósításához kíván lehetőséget biztosítani. Azt szeretnénk, hogy ez a bizonyos Subway összegyűjtsön olyan művészeket, akik itt élnek a régióban, zenészek, képzőművészek, írók, alkotók, nyilván abból kifolyólag, hogy mi színészek vagyunk, elsősorban ez színházi tevékenység az irány, de mindenképpen szeretnénk aztán bővíteni, akár a beszélgetéseken keresztül, tehát egy szabadon gondolkodó kis közösségnek adnánk ezzel valamiféle szervezeti hátteret. Szőke Attila elmesélte, hogy a legjobb témaötletek általában utazás közben születnek. A Gaudeamus Igitur alapjául Szentgyörgyi Albert egy 1930-ban elhangzott és azóta is aktuális beszéde szolgál, miszerint a gyermek oktatva nevelése 4 alappilléren nyugszik. A szülőn, a tanáron, a rendszeren és magán a gyermeken. Ötleteket dobálunk fel, hogy miből lehetne esetleg színházi előadást, és egyik alkalommal a Pálfi hozta ezt fel témába, hogy emlékszek-e még, hogy milyen volt, amikor én kisiskolás voltam, nagyiskolás voltam, és akkor elkezdtünk ezekről ilyen témákat dobálni, és fel se rájöttünk, hogy ebbe az anyagba benne van egy előadásnak az anyaga. Januárban egyelőre csak 2-szer játsszák az előadást, de szeretnék folyamatosan repertoáron tartani. A szervezet tervei képlékenyek, az előadás pedig amellett, hogy eredeti, mindenképpen tanulságos.